Southern tongues of steel set the course for the Atlantic with the Allies on the hill. Haló, haló! Jó estét, jó szorkulást! Ma is Knézi Jenő vagyok, RTL Klub híradó. Pontos idő, pont annyi, mint tegnap ilyenkor, csak 24 órával később. Na, azt mondja, hogy mai nap mi is van? Mai nap elkezdődött a Transformers küldetés sorozat. Halleluja, lehet kettőt egyszerre csinálni. És megnézzük, hogy Herr Csabi itt van-e. Igen, itt van. Haló, haló. Cső. Babi néni, cső. Na. Azt mondja, hogy megnéztem a Bismarckot. Én ugye Megatront váltottam ki. Mert ugye Megatron az baszó. Megatronnál lehet megkapni ugye a kínai DD-re, illetve a Große Kurfürstre, az kint. Ha minden igaz. Na várjál, én azt a részét meg sem néztem. Ha én egy autobotos küldetést választottam. Az autobotos küldetés
nél van a másik kettő. Most itt hülyé hangzik. A Montana és a Gearingre. Na várjál. Tehát akkor te a Deception-ből választottál egy part egyet, ugye? Én a Deception-ből váltottam a párt egyet, és a párt kettőt azt váltottam ki, igen. Én ezt a kettőt váltottam ki. Na faszom, mert ha ezt tudom, akkor én is azt váltottam. Nem néztem meg, hogy a Grosser Igen. Kurfürstre lehet A Grosse kapni azért. Kurfürst az a izé. Grosse Kurfürst az Cybertron. Jól mondom, Megatron, nem Cybertron, pardon. Tehát Megatronnál van a német Grosse Kurfürst, illetve a kínai Kabarovski. Az Autobot oldalon Az Montana, Gearing. szovjet szerintem. Akkor szovjet. Ja, szovjet. Kínai nincs. Még mindig. Esküszöm, nem látom egyébként a leírását, hogy hol adja ahhoz, azért. Mit? Hát a festést. Hol adja? Benne a hírekbe le van írva. Azt mondja, hogy hírek. Transformers. Itt vagy a Combat Mission, etc. 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 Itt van Cybertron Container. A Cybertron. A Cybertron adja a Grosse Kurfürstöt 5. És a Freedom Fighter Permanent Camouflage volt, mondta, hogy több töröp, több töröp, több töröp, van of the following több töröp, több töröp. De ugye itt van alatta, hogy ugye a piros, tehát az autobotok, tehát a piros színű az az autobot, az a kettő, az a Gearing Montana, és az ilyen lilás, a Megatron, az pedig a Grosse Kurfürst, illetve a Kabarovsk. Igen, már látom. Jó, hát akkor át kell majd térnem a azért. Igazából ugye egy-egy. Tehát te is ugye ugyanúgy kaptad, hogy kaptál kettő küldetést, amit lehet csinálni, és akkor van kettő olyan küldetés sorozat, hogyha mind a kettőt kiváltottad, vagy csak egyiket váltottad ki, hogy Kiváltottam. kiváltottad te is mind a kettőt. Ugye akkor négy küldetésed van. Az egyik az ötöt teljesíts, a másik tizet teljesíts, egy teljesen mindegy miből. És akkor itt van a part 1 és part 2, nekem 25 capture, assist vagy torpedó hit az első. A második pedig 350 ezer spot damage. Én autobotosat kaptam, vagy autobotosat váltottam ki, az 1 millió HP damage, a part 2, a part 1 az meg 15 destroy vagy defended Hát a Defendedet hamar össze lehet szedni. ribbon. Ja. Az Autobotnak az első része, tehát a legelső az egyszerűbb. A izébe, viszont ugye én most mit tudom, én jövök Shimikaze, Cooperation egyértelmű, a faszom se szórakozik. Kapsz egy invet. Ugye jövök Shimikazéval, felderítem a területet, azt mindenki lője a Tier 10-es hajókat. Szarok rá. Utána torpedózok én majd. 350 ezer damage-et kell összeszedni. Pillanat, mert nézem a dolgokat. Bár igazából belegondolunk, a 25 torpedó hit se sok. Egyáltalán nem az. Tehát naponta kettő missziót meg tudsz csinálni. Mert össze lehet szedni. Bár ugye nem tudjuk, hogy mi a többi. De biztos, hogy egyre brutálisabb. Valószínű, igen. De
Az elsőt azt össze lehet szedni egy pár óra farmolás után, én azt mondom. Simán. Az első kettő küldetést. És ugye öt része van. Azt nem tudom, hogy ki lehet-e váltani ugyanezeket a küldetéseket úgy szintén. Oder nicht. De valószínűleg ki lehet váltani ugyanazt. Hát, hála az egeknek nincsen anyahajó. Ez már egy jó hír nekem. Ugye a spotom alatt kinyírtak kettő hajót, az azt jelenti, hogy több mint 100 000 damage már meg is van. Ami azért nem szar. Így van. Tehát össze lehet hozni. Neked ugye a Defend Remont össze lehet hozni nagyon hamar. Nekem már csak azért kell csinálni. A De mics damage-et? az 1 millió. Aha. Nagyszerű. Mert akkor én viszont megyek foglalni B-t. Mert ugye nekem foglalás, assist, meg torpedó hit 25. Hát igazából szerintem mind a kettő elég hamar meg lesz. Igen. Úgyhogy igen, lehet, hogy csak 6 napod van, tehát 6 napig kapsz rá cuccot. Azt nem tudom, hogy meddig tart. Szerintem azokból a konténerekből is lehet nyitni egyébként, amit ad ugye 3 konténer. Azt látod, nem néztem. Azt egyáltalán nem néztem. Hogy miket adhat maga a konténer. De ugye maga a konténer adja a kinézetet is. És hogyha az első kettő megvan, az 3 konténert már kapsz, azt hiszem. Hát ez nagyszerű volt. Nem baj, egy torpedó hit. Kettő torpedó hit. Négy torpedó hit bejött. Meg 4000 spot damage. Még, de hát abból még lehet, hogy még kapok. Nem, ha meghaltam, akkor már nem. Jó. Nagy kár. Hát igen, mert ha meghalsz, akkor utána te már nem tudsz a spoton tartani semmit. Igen. De nem baj, 4 torpedóhit első körbe, az nem rossz. Én az első után csak festést kaptam. Te is festést kaptál a Defend után? Igen. Igen. Yeah. Akkor igazából ugyanúgy működik, hogy az első után festést kapsz, a második után valami. Ott már ládát kapsz. Tehát ott, ha mákod van, már ki is nyithatsz egyet kapásból, mert 3 ládát kapsz, azt hiszem. Meg Commandert is kapsz, azt hiszem. Azt nem tudom. Azt hiszem, hogy Commander, Camouflage, meg nem tudom mi a fasz.
Átmegy fölöttem, már miért menne? A Szovjet Szojúz. Azt hiszem sokan csinálják ezt a küldetést, van egy ilyen sanda gyanú. És ugye tier 10-be érdemes, mert ott lehet damage-et szerezni, mint a vaddisznó. Akkor a kurva anyádat van már. Szevasz, Inda! Cső-cső! Tehát mondjuk azt, hogy viszont ládákat kapunk érte. Tehát ha megcsinálod a küldetéseket, akkor kapsz azért ládát. Bőven. Úgyhogy nekem ugye kell a... Na, majd kiderül, hogyan nyitjuk a ládát, mert hogyha megvan az egyikre a láda, akkor fasza. Csak a másik meg izé ág, amerikai ág, azt hiszem mind a kettő amerikai. A Gearing is, meg a... Montana, vagy mi a faszom? Montana, igen. Az mind a kettő amcsi. Nem, szerintem a Gearing az... Gearing az angol? Az angol. Ja. Neked az jó? A Daring az amerikai. De neked jó a Gearing? Nekem jó volna a Gearing, ha lenne Gearingem. De van azon az áron, nem? De Grozer Kurfürstnek jobban örülnék. Na ja. Te csináltad már a küldiket, Szinda? Sikerült-e valamit nyitnod? Tényleg az armory-val ki kell nyitnom a napi szart is. Én azt már kinyitottam. Mind a kettő amcsi? Mert ugye a másik ágon van a német meg a orosz. Tehát a Megatron oldalon. A Gearing az nem az angol, nem a Daring az amerikai? Hogy Daring van, vagy Gearing van? A küldetésben Gearingre kapunk üzét, csak én úgy tudom, hogy a Gearing az az angol, és a Daring az amerikai. Kör végén megnézzük. Na végre, bazd meg. Mondjuk, ha ilyen balfasz módon elbaszom a izét, a spotot, akkor nem kapok sok izét. Spot damage-et. Azért így azért 350 ezeret nehéz lesz összedni, 4000-re per kör. Ja, ezt valahogyan sejtettem. Tehát ezzel nem is volt kétség. Én különben arra gondoltam, hogy nem szedik szét. Az, hogy most küldetésre. Tehát, hogy ennyire szétszedni a küldetést. Miért ne? Meg ugye, most gondoljunk bele, tehát orosz a fejlesztés, és akkor izé, az oroszok vannak a rossz oldalon. Mi a pina? Bazd meg, 1,1 másodperc kellett volna a kurva pont elfoglalásához. Ja, és itt is van a kettedikesen. Jó van, hát nekem még kell kb. 70 ezer damage, és akkor megvan a második rész. Na, nézzük. Megnézem. Gearing van.
Aha, És a tényleg, Gearing az Gearing, az angcsi. amerikai, igen, a Daring az angol. Hát ezt sose tudtam, hogy melyik az angol, melyik az amerikai, mert mind a kettő, ugye gyakorlatilag egy kaptafára készült. Erre a Kaborski meg... Izé. De igen, tehát ez kell. Igen, a Ő kell. Kabarovszk az a, ha Igen. jól látom, az... Az a gambótág? Na, azt hiszem. Ja, a szovjet gambótágnak tűnik. És akkor nekünk Igen, mert ugye az ez kell. artilleri 33, a torpedó az 20, a másik, a grozovói, az meg 36 az artilleri, és Ja. 31, vagy 21 a torpedó. Mert akkor a dongó van a gearingen. Igaz? A dongó kapja meg a gearinget. Akkor a izé Optimus Prime kapja ugye Montanát, Megatron kapja a Grószak Kurfürstöt, és akkor az ki a faszom? Melyik a negyedik? Ki a negyedik? Hát, Ki a negyedik? Mert ez ez jó kérdés, hogy Dongó, Megatron, vagy izé, Optimus, Megatron, és ő ki? Ki a negyedik? Mert ez Optimus Prime, várjál. Itt a Bumblebee. Ez meg a Rumble. Ki volt a Rumble magyarul? azt nem tudom. Egy ilyen Rumble kapja meg a izét. Őt. De ugye egy láda, egy prémium konténer, viszont csak 750. Na nézzük, hogy... Várja, nem ez kell nekünk, mert ez Prime láda. Hol van a láda? Hogy... Mit lehet nyitni abból a ládából? Nézzük Premium Shopot. Mert Premium Shopon biztos, hogy lehet kapni. Tehát ez tuti bazd meg. Ezt most tuti, hogy lehet kapni. Szia, Szenti! Szia, Szenti! Cybertian Premium Container, de ugye nem ezt nyitjuk. Mert ez mindegyiket adhatja, azt hiszem. Itt vannak az Ark Autobot kamufeldzsek. Hát azért... Szia, szia, amúgy. Hát, fa se tudja. Mindegy, Armory-ba ki kell nyitni a izét. Őt. Fúsfestés, jaj, de jó. Ja, hát, ugye elbasztam kettőt, egy gift konténert, meg egy 50 000-es. Ja, nem, még van. Jó van, ez még tart. Én nem is tudom, hogy kinyitottam el a mait. Ó, még nem. Természetesen bazd meg, mit kapok meg legutoljára? Hát a izé konténert. A King of the Sea containert, hát rohadjál meg. Szinte te hányadikra nyitottad ki a King of the Sea containert? Én a harmadikra nyitottam. Na. Tehát ilyen az én szerencsém, érted? Ilyen. Jó, de igazából... Hoppá, hoppá, Ácsi! Hajót nem nyitottam egy... Ácsi! Szuper konténer. Szuper Hajót nem nyitottam konténer. egyszer se. Szuper konténerből talán összesen kettőt nyitottam idáig.
akármennyit játszottam. Adjál be egy hajót, köcsög. Nem. És bazd meg akartam nézni. 15 ezer szél. Ezt akartam megnézni én is. De ugye 15 ezer szént kaptam, és mivel 15 ezer szelet nyitottam, ezért még 750 szén pluszba. Tehát 15.750 szén. Nem rossz. Jó az. És mennyit van most így összesen? Nem sok. 60 környékén. Nekem van 133 ezer. 61 ezer. Erősen gondolkodom azon, hogy most Yoshinót nyissak, vagy Moszkvát. Szinda, csatlakozol? Nem lehet megnézni ezt a kurva konténert amúgy, hogy... Mi a faszom van benne? Itt. Mert ugye csak sima Cybertonian konténer. A Cybertonian konténer mit ad? Leírja. Transformers. Itt van. Itt van a Cybertonian konténer. Hello, Szinda. Cső. Azt mondja, hogy festés lehet benne. Van benne Commander 3. Kétféle festés. Optimus Commander. Prime, Bumble, Megatron, vagy a Rumble. Tehát ez a három. Ez a négy Commander meg lehet, három skin ponttal. Messenger of Oblivion Permanent Camouflage for Grossecur First. Akkor benne van ugye a Kowarskinak, a Montanának. Tehát igazából az összes izét kinyithatod. Tehát magából a ládából kinyithatod az összeset. Kurvára mindegy, hogy melyik oldalt kezded el. Ja, csak kicsi a valószínűség, hogy ki fogod nyitni. Jó, de... kapsz az égkonténert. Tehát a második megvan, azután kapsz Persze. kapásból hármat. Tehát ott Mit? Azért három konténer. Ha description part 2 megvan, három konténert kapsz. Tehát Cybertonian ja, három konténer. Igen. Az már kapásból. Ugye ha megvan ja. öt darab, akkor még hármat kapsz, plusz megkapod a szimbólját. Ha megvan 10, akkor mind a Transformer szimbólt kapod meg, és a Cybertonian konténer még 6-ot. Tehát kapásból 9, 12 konténer kapásból. Csak úgy, hogy izé van. Szinte a 11. szintű, figyeld a... 14 mi? A ranketbe, ja. Én 10. szintű vagyok, de két utolsó körben az meg olyan balfasz csapatot kaptam, hogy visszabuktam 11-re. Csat. Én meg folyamatosan izé... Nincsen semmi, Szenti. Tier 10 kell nekem, mert te melyiket kezdted amúgy? Automatokat gyűjtöttem be. Automatokat? Én a izéket gyűjtöm. Én csak azért is a rossz oldal. Mert azt hittem, hogy ugye a rossz oldal konténerre nyitják csak azt, ami kell. De ezek szerint nem. Nem. A konténer teljesen mindegy, hogy melyiket kezded. Mondjuk az úgy érdekes, hogy teljesen mindegy. Hát úgy is random dobja. Uh-huh. Tehát nem csináltak külön konténert. Igen, mert akkor csinálhattak, tehát ha annyira külön szedik, akkor csináljanak külön konténert. Csak akkor nem értem, hogy akkor miért kellett ez a külön konténer, vagy külön izé balfasság. Akkor csináltak volna egy missziót, az cső. Mert igazából így, ugye 5 napig megy, 5 naponként kapsz 2-t, mind az 5 az 10 darab, tehát mind a 10-et ki tudod váltani, mert 10 darab misszió van.
Nem 5 naponta kapsz kettőt, minden nap kapsz Hát, kettőt. tehát 5 napig kapsz kettőt. 10 misszió van. Minden izénként van egy 5-5 misszió. Az Autobotnál is, illetve az izénél is van 5-5 misszió. Igen, csak kérdés az, hogy elkezded az egyikákat, és utána elkezded a másikákat, akkor vajon megszabad-e annyira, hogy azt fogja mondani, hogy hát nem. Nem kapod meg azt, amit szeretnél. Mármint? Hát... Ha most úgy gondolod, hogy te most hirtelen átváltasz, tehát a következő kettőből kiváltasz egy másik küldetést, akkor, de igazán mindenképpen átmész a másik küldetésre, mert szerintem nem lehet kétszer felvenni ugyanazt a küldetést. Nem, kétszer nem lehet felvenni, csak szóval, hogy van egy 10 Autobot küldetés, meg van egy 10... Nincs. Nincs. 5-5. Akkor meg teljesen mindegy gyakorlatilag, mert... Én úgy néztem, hogy csak 5-ig van. Mert a küld... Igen, tehát... Igen, összesen van 10, mert úgy van a izé is, ez a plusz küldetések, tehát hogy csináld meg az 5-öt, hogy csinálj meg 5-öt te az autobotokból, én meg csináljak 5-öt az álcákból. Meg és utána a 10-et, hogy a Transformersből csinálja 10-et. Tehát igazából akkor izé van. Na, gyerekek, csináljátok nekem a izét. A romboló vagy a görgető az a, de szerintem a görgető. Rumble. Ja, a Rumble. Csak, de csak az nem... a görgető. Magyarul. Igen, igen, csak a tököm se tudja, hogy mi volt a... izéje. Micsoda? Hogy most magyarul is az volt a neve? Hát azt mondom, hogy az a görgető. Ja. Vagy a romboló, vagy a görgető, mert ezek a kazettái voltak a özének. Meg volt még a lézercsőr, a lézerbeak. De a Rumble. A madár. Mert ez a fülelőnek, a Soundwave-nek az egyik kazettája a Rumble. Ja. Igazából nyissunk ki legalább egyet. Én azt mondom, ha egyet kinyitunk, már kurva jók vagyunk. Az, ja. Hogy melyik, kurva mindegy, mert mindegyik izé ágon van. Tehát kifejleszthető ágon van, és nem prémium izé vagy valami geciség. Ja. De akkor nagyon rá kell majd feküdnem az amcsikra, de... Igen, akkor valószínűleg rá kell feküdnünk hát, az amcsira. A rombolókra se, attól is messze vagyok, a németű, ahol még relatív közel vagyok. Ja. De ugye német romboló meg nincsen ment, tehát innentől kezdve... Nem a romboló, hanem a... öze. A csatahajó. Ja, Grosse? A Grosser Kurfürstje az jó lenne. Na, van egy Hindenburgunk és egy Yamatónk. Egyszer. Meg egy sima. Bazd meg is. Másik sima halton. Ó, bazd meg! Na, szép! Bocsi, nem tudom ki előzhettem ki.
sebzünk. Az hagyján, kezdek kicsit aggódni, bazzmeg, mert alig sebzünk rajta. Nem kell. Azt rendületlenül jön előre. Ott van. Na most kell, ezt el kell foglalni, még mielőtt kilövik nekem itt a Yamatót. Már még full HP-s. Nem sok potential damage-et sikerült összegyűjtenem. Inkább mint 13 ezre. Nulla. Nekem 21 ezer pot damage. Mondjuk a 350-hez azért az jó. Mekkora páncélzat van a Yamatónak az oldalán? Nem nagyon lehet téged hallani most szinten. Az azért, tehát... Még egyszer mekkora? 300 valamennyi. Hát ezt a büdös életben nem lőm át oldalról minóval. Nem a fasz. Mit? Oldalról minóval? 152 mm-es ágyúval? Bármi tud neki titad elátadni. Közelről. Szerintem még egy romboló is. Mindjárt megnézzük. Azt nem értem, hogy hol. Nem mondjuk ez igaz. Kiszedte a Smolenszket, bazd meg a Yamato, mint a szar, bazd meg, Jézus Mária. Azon ne csodálkozzál, még azt is el tudom képzelni, hogy az éve gyújtóval. Nem is igaz, nem hanyagolom a csetet, mondtam, hogy semmi különös, már korábban szenti. Majd mindjárt megnézem amúgy, hogy mennyi azt. Na, mindjárt elkezdett gyűlni az a szar. De csak pont a víz fölött egy, az első törésig kb. Ott 410. Amúgy meg 32, tehát ez a sok értelme van. Ja. Jó, persze gondolom mögötte van ott még izé még. Ja, hát. Jó, várjál, bocsi, nem ott van 30, utána alatta 410 van a víz alatt is, meg egy 200. Meg fölücs, 230. Van azért ott páncél? Van, hát... Lófasz se ér körülbelül. Hát messze, közelről sok lófasz nem, és simán át lehet lőni. Érdekes módon. Várjál, mielőtt elindítod valamit, meg akarok nézni. Oké. Okay. Mert mondjuk az a baj, hogy az, ami ott kint van, az a 410, az már maga a Citadella. Az oldalán fúra kilátszik neki a Citadellája. Ja. Igaz, hogy 410 mm, de kilátszik. De ki lehet szedni. Azt miért nem írja egyébként, hogy az AP-nak mekkora az átütő képessége, hogy hány milliméter tud átütni? Megvan erre, hogy közszámolni. Hát az én is írja, nem enné. Gyújtónál. Ó, dehogy nem. Írja. A gyújtónál kiírja, hogy mekkora páncélzatot tudsz vele átlőni. Azt mondja, hogy a Thunderer-nél... Ja. HS Shell Armor Penetration Capacity 114 mm. De a Minónál nem írja, tehát hogy az AP lövedéknél nem írja azt, hogy mekkorát képes átütni. De azért feltételezem, mert a 152 mm azért az nem annyira nagy, úgyhogy nem hiszem, hogy Minóval bármikor is lősz. Ja, itt van tényleg, hogy izé... De várj, itt van. HSL Armor Penetration 21 mm capacity, az AP Shell pedig 127 mm AP Type 0. De az meg az izé... De várjál, nem. Az nem, nincs ott. Nem, de tényleg nem írja ki. Tehát a Penetration Capacity-t nem írja. Csak a HE-t írja. Ja, na mindegy. Figyelek a chatre, úgyhogy nem kell itt okulni, nézzenek oda.
Egyből. Egyből anyáznak, figyeld! Abba a pillanatban. Ez az AP-nál többen az overmatch, az overmatch, az ami a lényeg. Hogy mi a lényeg? Ti, amikor fúra nem számol semmit, nem átütötte. Tehát az AP-nak van egy ilyen izé. Ja, az overpenetration-ra gondolsz? Nem. Hanem, hogy nem számolgat semmit, hanem hogyha annál nagyobb, akkor átütötte a páncélzatot. Ja. Ja. Számolva most így, hogy akkor az így 100%. Tehát, hogy mondjuk rá a... Tehát a Musashi, a Yamato, meg a Shikishima az... Az, az mindent átüt. Minden ilyen 32 mm-nek fölött az simán átüt mindent. Igen. Már az meggondolom az a Thunderer is. Hát jó, most itt a, ezekre írja amúgy 458. Az a 32. Na most egy ilyen táblázatos, jó, most ez mikori frissítés, nem tudom, hogy a Wargamingnek ilyen, hogy mondják. Ez, jó, ez többnyire maga, tudod, az ilyen egyéb páncélzatok, mint az orr, meg ezek szokott lenni ilyen kis milliméter. Shimikizának te maricsköske az a testvérhajó. De! Az. Ez olyan, mint a kámfi. Bár nem tudom, hogy hogy miért amúgy ténylegesen az AP-nak, hogy most átüti vagy nem üti, most így nem rendben. Gyerekek, szeretnék most már valamit látni. De tényleg. Fel akarok fedezni most már valamit. Ne foglalkozz vele. Nem hát fogsz. Nekem kell. Nekem pont szerintem azzal kell foglalkozni. Szerintem ettől jövök, hogy te torpedózol. Na, még be se töltött. Jó, de kell izé spot damage, tehát... Na! Tessék, Rosek Urfürst. Abba a pillanatba, bazd meg. El sem bírok még odáig lőni. De bazd meg, a DD már bent van a belső körben. Tudom, mert én direkt nem mentem be még a belső körbe. De már bent vagyok. Hol van ott? Hol van a izé? Na, azért mondom ám, he. Ó, már tolta is magának a füstöt, a kis buzia. A Minotaur. Hát, minókám, ezt megszoptad. Hát azt meg... Na, fasz. Na végre. Hát, Rosa csak egy torpedót kapott. Tőlem egy kicsit többet fog talán. Tripla citadellával lőttem ki azért Seattle-t. Az jó.
Ha a mákon van, te talán jobban kell lesz nekik, mint én. Szinte. Ha izét már előjétek Grossét. Lőjétek a izét, azt a szart. Azaz. Megkapta a torpedót. Na végre, 126 ezer damage. Én meg is kaptam a 3 Cybertronic container. Én egy üzőt kaptam. A King of Feet. Mire? Miért? Hát a quest. Milyen quest? Hát van quest, ami adja. Vagy nekem van. Mit kaptam? Kaptam egy Autobot Arc festést, ami 100% XP és 100% Commander XP. Megkaptam egy Deception. Na tessék, megkaptad az Autobot festést. De az meg 100% Commander az Arcot. Tehát ami a fogyó eszköz. Igen. Második konténer. Két festés, meg 4500 Elite Commander XP. És a harmadik. Két festés, meg 1500 Free XP. Ja. És akkor most lehet várni ja, holnapig. Most esik le, hogy nekem igen. Fullos lett a Minó kapitányom, úgyhogy innentől kezdve az már Elite Commander XP-be megy, amit azon gyűjtök, ugye? Ja. Elméletileg igen. Gyakorlatilag is, mert a Thunderer-ön újra kiosztottam a pontokat 30 valahány ezer Elite Commander XP-ért, és gyakorlatilag már újra is gyűjtöttem. Mert hogy ugye rankedet mentem. Ja, és azért a, megjön. A ranked az megjön, az hozza a pontokat. Hát az hoz mindent, az meg a ranked. Majd talál hétfőn. Meddig tart a rank? Ja, meg jó sokáig. Jó. Az még tart. Az még tart, úgyhogy én igazából most elég sokat rankedezek. Próbálok előrébb jutni. Jó lenne még néhány dublont kifarmolni, hogyha lehet. Azt hiszem nincsen több. 1-250-es van. Én továbbra is a izére hajtok. Mire? Hát az acélra. Acélra. Ja, hát jó. Nekem most a dublonra nagyon szükségem volt, mint az acélra, mert így van 3000 dublonom. Úgyhogy nekem gyakorlatilag csak 500-at kell kiváltani ahhoz, hogy ja. Az Anchorage-hez. Jó, persze, csak hát tudod, erre mondanám, hogy Dublont azt lehet venni, acélt azt nem. Hát az acélt azt tudod farmolni könnyebben, mert minden nap kapsz 20-at, hogyha megcsinálod mind a 6-ot. Jó, de az nem sok. Hát nem is tudom, hogy mennyit kapsz. Ha kapsz egy keveset, nem sokat tényleg. Hát most rangbe én kaptam eddig összesen szerintem vagy 1000 acélt. Ja. Ugye szintenként, ahogy lépsz előre. Ja, így a rankedbe lehet? Hát a rankedbe tudod egyedül szint normálisan farmolni. Hát meg ilyen klán csatár, mármint amolyan klán csatár, ja. És be lehetne. Nem basszám ide a sok népet. Tehát komolyan. Azért 20-30 ezeret össze kéne szedni, bazd meg ilyen izéből, ilyen spottingból, geci, de... Egy...
Várj, mindjárt befüstölöm magam, és akkor elkezdem ott szórni neki, mint balondanulás liszt. A kettő. Ó, fasza, itt a simi. Pazarolok izét, bazdmeg. Nem is kell. Ha látott téged? Nem. Eltűnt, bazdmeg, a mindjárt. Mindjárt látod, ott van. De már nem kapom érte az izét, bazd meg. Komolyan. És miért nem kapom már érte? Már lehet, hogy más spoton tartja. Nem, kapom. Szinte azt kéne megcitáznod, és akkor... Ó, bazd meg, ki van itt előttem? Simba. Úristen! Néztem, hogy most akarok torpadózni, bazd meg. Néztem, hogy mentél előre, neki mentél oda, és visszapattant a hajód. Na, ezt kéne most megcitáznod, mielőtt hangya letorpadózza. Azt nem. Öt. Hindenburg, bazd meg. Viszont 60 ezeret szereztem ebbe a körbe eddig spot damage-et, az kurva jó. Szórom itt a góliátot, mint amit kell. Hát akkor baszódjál meg, Smolensk. Azért ez kemény. Micsoda? Öcsém most írta, hogy megbüntették 50 euróra az osztrákoknál. Nem volt rajta maszk? Nem, biciklizés közben telefonált, hogy mi. Ja igen, nem szabad. A bicikli járműnek számít, miközben hajtod. Persze, de kemény. Elmondom neked egyébként, csak hogy ne tévedjenek el a nézők se. Magyarországon sem szabad, itthon is megbüntethetnek. Igen. Érte. De megám. Ezt muszáj tier 10-be csinálni egyébként? Csak kérdezem. Azért muszáj tier 10-be, mert így nem egy torpedóval szedem ki a enemy battleshipet, hanem itt láttad öttel, úgyhogy előtte lövittek. Igazából csak ezért. Meg... Na jó, de és tier 9, az ott mennyivel van kevesebb torpedód? Csak azért kérdezem, mert akkor én meg jövök. Egy torpedópoddal. Egy, pont egy torpedópoddal van kevesebb torpedó. Jó, akkor menjünk ezzel. Mert ugye a simik azén 3 torpedópod van, a jugümön, kettő. Hm? Attól lehet jönni 9-esre. Hát attól persze, Csabi attól még tudta jönni 9-esre.
Igen, de nekem nem 9-esre, hanem 8-asra kéne jönnöm a Lightning-gal. Jaaa. Azt akarom farmon, de mindegy, akkor menjünk ezzel. Mindegy, mert akkor gyűjtöm a összét. Igazából... mindjárt mondom, még mennyi torpedó kell. Még 10. 10 torpedó találat. Igazából két kör, Satzper kb. Kettő kör. És akkor után... Ja, Ácsi. Sinda. Nem, hát hozzad, amit akarsz. És akkor utána megvan, tehát két kör után már tudunk menni. No, csak nehogy valami olyan hajót válasszon ki randomban, mivel nem akarsz jönni, tudod. Nem, még ezt betöltődik, hozok magamnak italt. Tehát ez betöltődött. Jó, hát nem hiszem, hogy össze fog dőlni a világ, hogyha egy kicsit állok. Hát nem. Amúgy is van szerintem, vagy 10 másodperc, mire leszámolja. Ó, ez jó. Ez jó. Ez jó. Mert kettő részt tudok spoton tartani. Ez kurva jó. Na ez. Itt most aztán lehet. Hát erre be lehet állni szemből, aztán tolni neki két irányba. Jaja. Torpedókkal. Tényleg egyébként szinte neked a minó az nincs is meg? Te csak a japán ágat húztad ki? 8-ig van meg, ezek csak japánból vannak. 8-ig van meg az angol cirkáló, vagy hát a cirkáló, igen. Hát az pont onnan kezd egyébként érdekes lenni. A másik legmagasabb az meg a... Deutschland überall lesz mi? A német csata, jó. Mert ott jó, a Dergursa van meg neked? Rühellem a minót, úgyhogy annyira nem mézélem. Én kirobbantanám a játékból, amúgy a fámból. Hát geci egy hajó, azt tény, azt aláírom. Gába hajó. Füstbe áll. Sok orosz. Hát, mutogassa az oldalát, ezt majd akkor lövök rá. Hát... én időnként szoktam olyan balfaszul megállni, hogy sikerül. Na nézzük. Egy, Yamato. Kettő, három. Tehát amúgy így igazából így fura mód, nekem valami ES, valamilyen szinten ez tetszik az európai, hogy mondják, hozzá a romboló, vagy nincs füstjük. Úgy állsz oda, hogy nem fogsz te megállni, majd is be elbújkálni, azt annyira a radar se zavar feltétlenül. Mert nem olyan szemlélettel nézve, hogy ah, van füstön, majd elbújok. Anyád? Ez a gearing, ez kezd kurvára zavarni. Milyen ágyúk vannak? Két ágyú jól a Mugaminak, vagy három? Elől? Nem, már mint egy csöve. Azt hiszem kettő. Három. Kettő. Három. Ja, a Mugami. Én az AO-t nézem, bocs. Jó, nem tudod, akkor nagy... Te kurva gyorsan fordulsz, rohadjál meg! Azt meg kikerült a torpedómat. Hoppá, maga mi kapott egy citadellát. Meg még négyet. Meg még egyet. Mondjuk ez kár volt. Bár a torpedóimat úgyis kikerült volna. Na de aztán itt most van buli. Tessék. Lehet lőni. Úgy nincsen benne ilyen. Jó, azt elfoglaltam.
Miért engem lőttök, buzik? Nincs más, komolyan. Hát látod. Jó, eddig 54 ezres dimicset szedtünk össze. Az a gond, hogy nem tudok torpedózni, kurva izé, nem tölt be, geci. Annyira utálom bazzek, hogy nem tud betölteni. Ott jön mögött a Lion vagy Lion vagy... Hát azt is kiszeritek, mint a szar, mire odaérek. 11 kilométer, az a gond, tudod. Akkor csak tarts spoton. Nem én tartom spoton, hanem ti tartjátok spoton. 56 ezret sebeztem rád. De én tartom spoton, az tök jó. Hatvanhétezer eddig. Hatvanhétezer spot damage. Hát picsába kimentem a zónából. Azt nem majd megölik már. Nem a zónából, hanem a lőtávból. Pommelt? Hát elméletileg a Georgiának ki kéne lőnie. Hát meg az a labomán. Vagy ezt az ászlót viszont be kéne szedni, és akkor legalább 2 pont jött. Nem lesz meg szerintem. Nem jó. Talán, hogyha... Na, fusz, mekkorát kapott, bazd meg. 10 másodperc a esélytelen. Szarkör volt, izébe jó volt, spotba. A 167 ezer spot damage már megvan. Az még mi kell 7 millió potential damage. Most csak 185 ezeret gyűjtöttem. Na, én nem is tudok, nem is tudom, hogy állok. Amikor így, vagy a izében. Dockyardba. Kell egy minimális damage. Jut eszembe, Annaval Battle-be csináltátok a cuccot? Jó van. Van, bizony. Mi van most Navalba? A ribbonos van megint. Az angol ágat ezt már megcsináltam egész jól. Már ez megy én is kóba, vagy csak random? Ez megy, megy csak kóba. Szerintem csak randomba, de hát próbáljuk. Nem, de most bekapcsoltam, majd kiderül. Én is bekapcsoltam japán, izé, DD, meg kiderül. Viszont akkor neked lőnöd is kell, mert ugye tudom. A ribbont azt minden, gyűjteni hát kell. Hát akkor lövök. És a DZ-t azt ennyi... úgy is lövöm, a DD-ket ennyi... úgy is lövöm. Ennyimet már nem fogja hozzászámolni sajnos. Az egyik ranked körbe hallod, 450 találatom volt. És akkor ott van a 30, ugye? Minóval. Ja. Nem, az özénél volt. A 30-nál ilyen 200-at csináltam. Ha mi is bekapcsoltuk volna a Levivel a izét, csak akkor már nem volt ugye. Mert elhasználtam én is a pontot. Pff, azt a kurva halott, csak izé volt. Csak 200 fölött volt a izé másodlagos találatom, az meg. Hát ez egy nagyon szemét hajó, és így, hogy én az ágyú távolságra raktam, tehát a lőtávra raktam az egyik fejlesztést, így 18,3-ra tudok lőni vele. Egész jól megtanultam, hogy hogyan lehet az íveket követni, amikor elkezdenek kanyarodni. Szarrá lehet szivatni a népet vele, bazd meg. Ez a...
amíg látnak, nincs esélyed elmenekülni. De. De mennyire vagy golyóálló hangja? Semennyire. Ott egy Musashi. Ott egy Izumo. Ott egy Seattle. Egy Zao. Még esetleg valamit? Még akar többet. Aha. Ott a Kleberke. Már lő is, bazd meg. Ödös puzia. Ne fordul erre. A faszomba! Nem tudtam már ráfordulni torpedóval. És nem lett meg a 30 sem, mert csak 20... 29. Hát ez nagyszerű. Oh, nem baj, 49 ezer. Biztos igazad van, Csabi, csak le vagy hajtva. Jobban mondva, föl van hajtva. 12 non-penetration és 33 ricoché. Musashin. Ne szopass, hogy itt hagysz kettesbe. A Musashival, meg az Izumóval. Hát kell egy kis potential damage, nem baj, most kapsz. Jaj, bazd meg! Tessék, ott lesz a potential damage, geci. Ott sírsz, rizd, geci. Na most aztán, öreg, most mutasd meg, mit tudsz. Máltsál már át, bazd meg a másik hajóra, hát a faszomat. Megy az. Ja, jó, oké. Kurva élet, még egyet rá kellett volna lőnöm a Musashira. Én zobot én lőttem ki, én égettem le. Leégetted. Ja, leégetted. Nem kellett volna pazarolnom rá a torpedót. Nem láttam, hogy mennyi HP-ja volt. Inkább küldtem volna rá az Izumóra, vagy az ilyen Musashira. He!
És mindjárt elsüllyedtesz, elsüllyedtetted, bazzik. Te nyomorult. Ja, kétszeres süllyedést okoztam neki valószínűleg. Ja. Hát most lett bazd meg potential damage. Na látod. A 604 000. Jó, mondjuk ez még mindig nem 1,5 millió, de... Jó, hát nem egy... Nem egy grószekú fűszel szerezhető. Simán lehet egyébként, tehát rankben most csináltam vele majdnem 2 milliós potential damage-ot. Ja, mert mindenki mellét lőtt, bazd meg. Nem azt mondom, hogy nem lehet. Csak az többnyire nem az, hogy bemész két csata hajó közé, azt akkor... Hát az nem az, ja. Megkapott gyorsan a potential, csak... Ja, hát igen, hát a szendvics között most én voltam, bazd meg a szalámi. Hát... Hát az többnyire úgy, hogy így... Távolról üvődöz, jó, távolról üvődöz, nem hát igen, valahogy úgy. 3 minó. 4 minó ellen. Az szép kör lett, bazd meg. Hát gyakorlatilag nem fogunk közel menni senkihez. Mindenki messziről fogja szórni, mint bolondonulás lisztet. Ezek robotok között közel gyűjt. Vagy botok. Ja, tök jó. Van a kurva életben. Tudja, hogy mindjárt felfedez. Nem arra mentem. Jön ide hozzánk. Én kapom a potential damage-eket, figyeld a... Már 143 ezer. Hallod? Mellém lőttek és... És kilőtték a torpedótubomat, hallod? De mit a szar? Ez mi? Főcsapódott a repesz a vízről. De érted, tehát vége is neki. Nem az, hogy javítanom. Javítás valami. Jaj, 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 jaj. Aha! Az RNG. Az jó, mi? Az úgy azért fuck the system, bazd meg. Ajánlom neki baznak, hogy belemenjen egy torpedomba, de nem fog. Nem baznak, simán el siklott mellette. Na, akkor ne szebb az, meg itt van még néhány 152 mm-es. Úgy, köcsög buzi kurva anyádat. Miért pagarultam rá a nagy AP levedéhez? Mire? A rombolóra, másodlagosom lőtek ki, csak addigra már kilőttem a... Az most spoton tartod, nem hangja? Kapod rá cuccot. Nem.
halsz, az ennyi repülő kiforduló, meg ropadjon meg reggelre. Szerintem beszorult a sziget mellé. Kíváncsi vagyok, hogy a Yamato kilövi a Stalingrádot, hogy a Stalingrád tud-e rajta citázni. Na, minutáról le fogja torpedózni. Most indul el előre. Stalingrád bazd meg neki ment, de fasz! Hát ahelyett, hogy simán... Ahelyett, hogy simán oldalba lőtte volna. Úgy volt a leggyorsabb. Ez az két citadella, jó. Azt is a kurva anya hajó tartja ugye spoton, nem én? Hát 29 ezer. Az se rossz. Tehát gyűlik szépen. Az meg akkor a távról már van rendesen szórás ennek a szarnak. Szégyeld össze magad, Cinda. Na nézzük, hogy van. Description 17, hát ja. Ah, még 100 ezer kell. Hát ez micsoda? A spotos damage. Ja, spot damage. Anyádat. Rányomtam baszak a Reddit, beakadt a játék, azt rányomtam még egyszer, mert mondom, nem nyomtam meg, azt ki is vette egyből. Homárral mi van amúgy? Nem tudom, én írtam neki, hogy jöjjön hajókázni, de ennek mondjuk már vagy két órája volt. Jó, mert ez most pont olyan, hogy ő is tudná csinálni amúgy. Hát én amondom vagyok, mivel torpedó kell.
Én bemegyek középre, de mit a szart basz meg? Na hát, ezen a pályán se játszottam még Thunderer-rel. Hát... Jó, van, menj a jobban, én mert bemegyek középre, mint a szar. Ilyes betölt a torpedom. Legyek bátor, menjek át veled középen. Hát igazából... Van torpedód, nem? Mit a Thunderer-ön? Ja, nincs, ugye. Nem, megyek Szindával. De egyébként, ha kijössz jobbra, akkor lehet, hogy... Hát, vagy fasz tudja. Nem, mert eljövök középre, de nem menjél át, mert az ellenséges hajók úgyis át fognak jönni. Mi van, lenémult mindenki? Nem. Na nézzük. Egy perc kb. Ja, egy perc, ameddig betölt a torpedom. Az ágyúimra állít a kijáratra. De úgyis mire ott hajó fog látszódni. Azt mondja, hogy... Igen, én úgy beküldöm a torpedót, mint a szarba az el. Egyelőre még nem nagyon tudok rálőni effektíve semmire. Csak arra a magadorra. Keci pont kikerül. Kapta halt. Ott van a izé. Ott egy TT. És nem tudtam neki előni semmiért, Geci. Nekem sikerült azért, mert én előttem rajta kettő úgy dolgot is. Bazd meg! Újtás. És vége. Oké. Okay. Indulj már el, Lici. Egy kicsit gyorsabban bazd meg, mielőtt ide ér a két torpedó. Azt a kurva élet! De bazd meg, mi ez a lófasz sebzés? Szemből Yoshino. Értem, bazd meg, de gyújtóval lőttem rá. Ó, bazd meg. Amiből én szerintem kettőt be is szopok. Ő beszopott egyet az enyémből, csak ugye nincs több. Még egy percig. És nem kaptam még spot damage-et, tök jó. Tessék, 23 ezer, ez így jó. Nem, nem kaptam, nem kapok érte. De miért? Nem tudom, nem én fedeztem. Volt kettő spotom, de semmi.
Megcsináltam. Na, hello. Cső. Tagadom én is a izét. Várjál, miért nem kaptam meg a konténereket? Nem az lett kész. Tú, öt festés. Halleluja. Ja, nekem is az öt festés is lett kész. Pedig 8-as. Konténer. Már örültél mi? A faszom. Ha még küld 18 ezer sebzés, hogy meglegyen a három konténer. Mondjuk ezt nem értettem, hogy miért nem kaptam érte semmit. Tehát... mindegy, le van szarva. Ennek a mai nap meg kell lennie. Igen? Hára nem jövök Thunderer-rel, mert az, arra nincsen olyan festés, ami faszra lenne. Jövök inkább a Minóval. Nincsen permanent festésedre? A Thunderer-re nincsen. Csak a Minóra van egyébként, meg... mire van még? A Bismarckra, a Londonra. Többére nincsen. Meg talán leszem az Odinra. Uh-huh. De többre nincsen permanent festésen. Ó, hogy basznál szájba magát, kurva anyahajó. Komolyan, a faszom bele az anyahajókba. Mi a szarakuru? Asszát. A hakuriú. A faszomban. Ebből megint nem lesz pod damage, bazd meg. A faszomban. Ellopja le az anyahajó? El hát. Ugye az összes spotot ellopja az anyahajó szinte ilyenkor. Nézd meg, egyedül vagyok DD, bazdmeg. Olyan faszát tudnék spotolni. Nem bazd meg, bebassza az anyahajót. Jó az. Meg kell, hogy mondaná, hogy az anyahajó megy balra, te megy jobbra. Ja. Az lesz, megyek izére, D-re. De amilyen búzi úgyis felspotol mindent. Elmegy az is bazd meg D-re. Hát az agyát fasz... Hú, geci. Hol van a rage emotom, geci? A faszom bele ebbe a szájba baszott tetű kurva anyjába, bazd meg. Hogy rohadjál meg Wargaming. Ott, ahol vagy, bazd meg. Nézd, mindenkit felfedezett, geci. Attól még spot damage-et bírsz kapni. Azután eltűnnek. Faszom beléd. Az előző körben úgy lövi ki a torpedopodomat, hogy szinte teljesen épp maradok. Erre meg izé. Ide kúrja nekem azt a buzi anyahajót. Esze, inkább. Köcsög, rohadjál meg. Te jó gyors vagy, Kléber, bazd meg. Ja, az egy kibaszott gyors hajó. Szép. Na jó. Egy életem, egy halálom. Nem tudok mit csinálni, le kell torpedoznom a izét. A Minotaurt, meg a Friedrichet. Ha a Minóhoz közel mész, akkor le fog torpedozni. Szarokra. Én is lefogom őt. Csak érjek a közelébe, bazd meg. Próbáld meg esetleg AP-val lőni a Minót. Az oldalát mutatja.
Annyira nem mutatja az oldalát, jobb... sajnos. A jobb oldalán már nincsen torpedópod, meg kilőttem szerintem mind a kettőt. Viszont ő szépen izéli, pattan le rólam. Most nem fogok, mert... Ott baszódjál meg, egyszer. Hát a tirpic az úgy leszedett, mint a szart. Sajna. A köcsök tirpic. Miért fordul rám a Dergrosze, bazd meg? Hát ott van Szinda, hát őt lőjed. Az meg ő a csatahajó. Te veszélyesebb vagy ennyi. Hát nekem is úgy tűnik. ő is tudja, hogy az Minotaur az ilyen baszogató hajó, úgyhogy... Jaj, azt fogják baszogatni, ennyi. Minotaur Smolenskot látok, arra fordulok rá, vagy többen bármelyik célját, hogyha látom, mert az sokkal nagyobb veszélynek tartom, mint egy csatahajó, mint csatahajó. Elfér? Elfértem. Na, Friedrich? Mit fog veled csinálni? Az semmit, az a, szerintem az izé a... Tirpic fog letorpedózni. Gyerünk! Jó, az szép. Azért már ne lőj rá. Á, bazd meg, egy torpedót írtam csak ellőni. Nehogy neki menj! Deci. De neki fog. Azaz, szedd le, bazd meg! Ott van a kurva anyja! Bazd meg, hogyha elbírom lőni a mást. Elbírom lőni mind a két sorozatot, akkor Szinda túléli. Akkor lebírtam volna torpedózni, de így is lett 7 torpedó találat. Jó, több torpedó találata lett, mint nekem, bazeg, mert nem értem oda izéhez, ugye a Friedrichhez. Kurva tirpic úgy leszedett, mint a szar. Geci, ketté törték a hajótestemet. Örülj neki, a tiéd ketté, ennyi darabokban van, bazeg, hallod? Hülye vagy? A Titanic az enyémhez képes kutyafasza. Jó, mondjuk a Dergrosséból sem maradt túl sok minden. Valahogyan összeszedtem 12.200 a spot damage-et. Mondjuk ez 12.200-a több volt, mint az előző körbe, tehát... Abból a szempontból ez egy jó kör volt! Ó, bazzeg! De még így is kell majdnem 100.000, geci! Istenem! Kurva anyajok! Viktor, yeah! Ilyen meglepő. Ready. Faszom. Várjál, ott szerint konténerezek egyet. Ja, konténerezel egyet? Én is megnézem, mi a fasz kell. 4x6. Mi a fasz kell még nekem? Ja, rosszat nézek. Úristen, bazd. Csatahajó, cirkáló. Ó, még van itt egy izé, aha. Ó, már nem kell sok ehhez is, hogy meglegyen. És akkor jöhet utána a B, C, D, E, E, F. A faszom se tudja, hogy mi lesz ebből. Mondjuk, hogyha cirkáló. Európai DD-vel jöttél volna. De európai DD-vel bassza meg. Volna csinálni. Nem baj. De most is csinálom a DD-seket. Nem kell sok, és készen van.
Izé jön utána, szerintem a hiperrel jövök utána. Ugye német, német cirkáló van. Mert... Mi a fasz is van azzal? Ugye 30 szita vagy torpedó hit. Úgyhogy az, azzal azért kicsivel több esélyem lesz. Pillanat. Pinanyalatni idő. Az óra ketyeg. Ketyeg az óra. Három. Kettő. Egy. Egy és fél. Micsoda? Ráraktam az arkos. Ezért. Ja, megnézed, milyen az arkos? De arra kurva kíváncsi vagyok. A Zaun hogy néz ki. Sárga, mi? Olyan, mint a buble. Olyan, mint a ezért, az űrdongó. Nem, hát nem, ez ilyen narancs. Ja, akkor nem olyan, mint az űrdongó. Nem, hol hát, vagy? Hát olyan, mint az arkjuk. Ez is Mária. Mária. Mi a náthás, büdös? Hát gyere ide mellém, bazd meg. Narancs. Fúj, de undorító. Ja, semmilyen. Aztán majd kipróbálom azért is az álcának a... orkját. Jó, van, majd gyere mellém. Én addig megyek spotolni. Az köve ugyanez, csak szerintem lila. Igen. Valószínűleg lila lesz. Amúgy mindig elfelejtem kikapcsolni az izét. Mi a faszt? Na mindegy. Na navált, ja. Ja, nincs értelme. Mert ezzel nincs értelme most nekem itt naválozni. De nem is adja be, nem? De... Beleszámolja. Beleszámolja. Beleszámolja? De lehet, hogy a faszom beleszámolna bele. Kurva anyjába. Jó van, menjetek csak, én nem megyek közelebb. Mi a fasz? Mindjárt elsüllyed a hajó, tehát úgy van összetákolva. Kié? Az enyém? Hódodva, hódodva van. Tessék, ott a Minotaurod. Aztán... Te Góliát is. Egy haragú. Te ne lőjél már, bazd meg! Őristen. Oda nem mind, mindenki. Kecse, véletlenül se. Ha? Az a jó, hogy pont olyan szögbe húztad be a füstöt, hogy pont nem látok át rajta. Ezen nem is fogsz. A faszom és mi a előre. Fasz? Ricochet és incapacitation-t okoztam vele. Az ilyen. Tessék, itt van két minuta, ahol torpedóz le. Azt... Na, elmész a faszomba, de komolyan. Az az a kurva anya! Nem neked, Csabi, de te vetted ki. Ja. Bazd meg. Bazd meg, próbáltam menteni a tyúkszaros életedet. Hát a tyúkszaros életemnek mindegy, amikor ott van a torpedó. Várd meg a torpedót a egecébe.
A torpedó az utána ment, igen, pontosan? Jól láttad? Hát a torpedó az előtte ment, mert pont akkor kezdtem előre, amikor egy torpedót betalált. Igen, egy torpedó, és utána ment még egy torpedó, azért. Arra azért mondtam, hogy bassza meg a kurva anyját, hogy csak egy talált be. Amúgy meg nem tudom, mi sűrsz, mert téged most ki is lőttek. Hát engem szarok én rajtkülvék, de a torpedó még betalált volna plusz egy-kettő. Ez teljesen mindegy. Azért torpedó hitemnek kell lenni, leszarom, hogy ott kilőnek utána. Menjen be a torpedó. Nem megy be, akkor elhúz a faszba. Viszont 55 ezer spot damage. Még? Még 40 kár. Még körülbelül 30-40 ezer kell. Egy szerencsés körre az bőven megy. Igen, egy ugyanilyen kör. $37,000. Meg még három izé, bazd meg, mert még foglalni se lehet ezekbe a szájba baszott pályákon. Három torpedó hit. Hát egyébként lehet, hogy ezt randomba könnyebben meg tudnád csinálni. Mit, a torpedó hitet? Nem hiszem. Csak egy technikai kérdés. Igen? Hát mindegy, nem lényeges. Kérdezed. Te most már belekezdtél, hogy... faszom? Ja, tízesre együlünk. Jó van. Nem csak, hogy amikor randomba mész, akkor miért nem raksz rá kapitányos zászlót? Milyen random? Hát, randomos random, bazd meg. Milyen random? Hogy itt, hogy kapitányos zászlót miért nem rakok rá? Urán néz ki. Ez is. Na, mint a kapitány XP zászlót, vagy mit? Igen. Na, nem szoktam. Pedig ha fölraknál, és összeszednél még két pontot, akkor rá tudnád rakni a... az, hogy csökkentsed a concealmentedet. Tudom. De azt inkább ranketbe rakom. Hát randomba is fölrakhatod. Hát ugyanúgy fogja hozni. Oké, okay, jó pálya. Na, most meg bírod nézni az álltását, amit. Mi, hol vagy? Mert vagy. Mi? Te kinyitottad az álltás festést? Na, nekem adott azt is a láda. Adott autóbotost is, meg ezért is. Hát akkor, bazd meg. Jó, de ez a sima ark, tehát nem karakter, tehát nem olyan álcás, ezért. Nem a specifikus hajóra. Az előső ágyút, az gyakorlatilag nálam nézte a vízszintet. A mögötte lévő ágyút, az meg simán elnéz fölöttem. Ja, mert ez nem bír lejjebb menni a másik ágyútól. A hátsó. Tehát ahol jobban, valószínűleg jobban oldalra kellene fordítani az ágyúkban. Én most itt nézem magam mellett a vizet. De ez a minimum. Ennél jobban nem tud. Nem tud lejjebb bőri. Ja, ahhoz képest, hogy nem oda mutatsz, ahhoz képest kurvára eléd lő. Mert ugye nem fordul le annyira. Jó, most nem tudom, hogy nálatok ez mennyire látszik. Bár már egy kicsit befordulok oldalra. Én látom. Ugye az első ágyúd az lefele néz teljesen. A mögött elő az meg gyakorlatilag fölfele. Egy picit följebb lőtt amúgy, de
Ja, az a hátsó volt. Az a hátsó volt. Az elsők nem is lőtek amúgy. És most, hogy ellőted az összes lőszeredet. Mi a faszom? Ó, jönnek ám. Bazd meg, komolyan, hogy... Azaz! Baszódjál meg. Ja, fasz! Hova tűnt onnan az a kurva DD? Sehova, na, azért. Meghalt. Ú, bazd meg! Na most lesz mit torpedóznod. Hát most lesz. Akarsz előre indulni, ugye? Mi? Hát Csabinak mondom, hogy nem akar előre indulni, ugye? Nem. Meg kéne? Nem, csak hogy ott megyek előtted. Ne engem lőjék, könyörgök, bazd meg. Hát faszom beléd. Ki lesz egy? Kecse basz meg. Komolyan. Nem én voltam. Úgy basz meg. Vigyázz, Tortadó. Nem tudok mit csinálni a faszomba. Erre kellett. Figyelj, és kiszedik előlem azt is, geci. Ó, faszompó büdös kurva isteni. A faszopó gyökér buzia. Bazd meg, már három killt nyúl be, vagy négyet. Ekkora buzi játékost, bazd meg. A nézd meg, fasz. Nem lő. Most nem lő ilyenkor. Csak amikor egy ilyen utolsó sorozatot kell kapnia a hajónak. Remélem kiszednek, te gyökér. Ugye nem akarsz kimenni? De... Sok HP-ja nincsen. Most már szindának se. Mikor torpedózzad, bazd meg, ha már oda mentél mellé. Szép. Baszódjon meg. Azt is csak le kéne nyúlni, csak pont betalálni az összes torpedóval. Komolyan. Nem baj, a izé megvan, azt hiszem. Damage. A damage megvan, ja. Na nézzük. Tök jó, hogy nem mutatja izét a képet, de nem tudom, mi a fasz van a játékkal, komolyan. És a konténereket? Ja. Hm. 4500 Commander XP. Azt megkaptam én is. Optimus Prime, Montana, Ship Commander. Azt kaptad? Mhm. Hát akkor balszátok. A mádlista.
De ez még csak a Commander, tehát ez nem a izé festés. Teljesen mindegy, bazd meg, én kaptam ezért 4500 Commander XP-t, meg kaptam 1500 Free XP-t, vagy mi a faszomat. Csak ugye amerikai, tehát csak amerikai hajóra tudom bebaszni. Hol van az Optimus Prime? Ez ugyan a legnagyobb problémád. Itt van. Specialization Montana. Tehát a Montanára van valami speckója méghozzá. Tényleg próbálnám meg, hogy megpróbáld átrakni. Mert azt nem tudom, azt most is láttam, hogy most is van ilyen, nem tudom, még megy a stream. Át lehet rakni, csak nem megy lehet izére. Csak izére lehet átrakni, de csak a amcsira tudod átrakni. Ezt akartam megkérdezni, hogy csak amcsi... Csak amcsira tudod, igen. Ezt láttam így a hivatalos streamnél, hogy a chatbe kérdezték, de így a választ azt nem figyeltem, vagy nem tudom, hogy válaszoltak rá. De mindenki a specializációja, tehát ez tök jó lenne tudni. Nem ilyen specializációra gondol. Hát mert mondtál a spec. Ez csak az, hogy a Montanára van kiképezve. Ja, de nézd, mit tud? Ja, vagy hogy itt az a specialization zászlóra gondolsz, odaad? Na tudod? Tehát csak akkor van, hogyha olyan hajón van, akkor adja elő, hogy mit tud az Optimus Prime. Picsába. Nem ám izét kaptam, nem bazd meg Optimus Prime-ot. Faszom az Optimus Prime-otba bele. Hogy te milyen elégedetlen vagy? Nem baj. El kell kezdeni az izé csatahajókat, ugye? Az amcsi csatahajókat, ezt rá kell rakni. Mert ugye csatahajós. Aztán mire ott van a izé, addigra 1000 évesen fullos a kapitány. Na mindegy. Mi kell még ebből a buziból? Ugye ez meg csak torpedó meg anyám kínja, de még kell sebeznem torpedó izével, kurva életben. Mehetünk kisebb tírrel. Ha gondolod. Hogy ne gondolnám? 8-assal akarsz jönni, igaz? Igen, leveszem róla a festéseket, meg minden jó. Szart. Mert akkor jövök úgy szintén még... Nyolcassal jövök, csak ugye Kageróval. Mert viszont le kéne szednem mindent. Hogy néz ki amúgy a Bismarck a festéssel? Hol vannak ezek a festések? Ja, itt van. Na, mondjuk nem valami extra. Fúj, de ronda. Atya, úristen. Friedrich. Hát inkább hagyjuk. Hát, ez azért, ja, na, mindegy. Akkor 8-as jövünk, igaz? Hát el kell kezdenem húzni akkor az amerikai ágat is. Tök jó. Faszom. Az csak 380. Már nézem a következő dockyardos a missziókat. Már hogy mit kell majd csinálni, bazd meg.
Na, töltsenek be a torpedóim, azt let's go. Még mindig spoton kell tartanod? Az már megvan. Most akkor már csak torpedó kell. Három torpedó hit kell, bazd meg a faszom. Vagy assziszt, tehát igazából nem tudom. Ah, bemegyek középre, ott biztos meg lesz a három torpedó hit. Tehát de mennyivel mit mondjam? 34-4-jel. 34-6, 7, 8, 35. Az enyém az egy csomóval gyorsabb. Ja, a Lightning az kurva gyors. A izék azok gyorsak. A japánok gyengék, de ugye erős torpedóik vannak, ennyi. Tehát kurva lassú dögök. De még csak a japán amcsi volt, ők voltak a gyorsak. Ja. Full tempóval mész egyébként? Ja. Én itt megállok. Így. Miért pont ott? Mert itt fog kijönni ez a görény. Cleveland. Csak azért. Azt mondjuk is kilövi egyből a kibaszott kormánykereket. Hát ezért nem izélek. Azért nem szórakozok. Betöltött már torpedód? Ma bőven. Csak ugye nincsen spotter az a köcsög. Gyerünk már, lőjél már Yamato engemet. Torpedózott, bazd meg. Torpedózom. Nekem meg úgyis kell rajta gyújtanom valamennyit. Tessék, is. És ki fogja kerülni. Kihalt, mint a szar. Torpedozzon. Torpedozja. Egyet fog bekapni. Ja. Ebből bekap hármat is. Szép. Na látod, azért mondtam, hogy onnan kell torpedozni. Ez a Vanguard hol van? Nekem van egy olyan tippem, hogy itt áll az én mögött. Ott! És nincsen betöltve a torpedó. 10. Tudod, hogy nem lőtt ki még benneteket amúgy. Ez ilyen béna bot lehet. Torpedozzá, anyja, vagy valamit csinálja, bazd meg! Na faszom! Nincs időm megvárni, bazd meg! Miért nem rammultad le?
Jó volt ez így. Geci! Mi van? Mennyi? Az, hogy egyet többet kellett volna lőnöm rajta. Csak ennyi. Mi lenne? Büdös kurva Isten itt megint. Nem baj, ha nincs időd megvárni. Meghalsz, cső. Rossz pozíció, látod magad, hogy van 8 torpedó találatot. Hát... Igen, mert nekem ugye szemből kellett azt a szájba kurt gecit torpedóznom. Erre, erre, ne. Közül rosszul pozícionáltad magadat. Ja, bejössz oda a seggembe, bazd meg, hogy te tudjak véletlenül se normálisan izéri, bazd meg. Nem, át kellett volna a másik oldalra. Persze, nem kellett, nem kellett volna átmenned a másik oldalra. A faszért cikázol ott a izé előtt, az előtt én a szar előtt. Én nem cikáztam. A fasz nem cikázta. Torpedózzá, torpedózzá, torpedózzá! A faszért cikázol ott. Meg kell várni, ameddig bejön és betöltenek a torpedóim. Ennyi. Kész. Ilyen egyszerű volt. Bazd meg, miért nem választasz normális hajódon, mindenki rendes időben töltő torpedója? Ja, nézzük meg az erősségét a torpedóknak. Én is lövök rád egyet, meg te is. Na? Túléled a torpedómat? Ez mondjuk egyébként egy jó kérdés, hogy az első torpedó találtad túlélem-e. Nem, nem fogod túlélni. Szétszednek, hogy a szart. Mert hogy elvileg a csapattársam már nem 100%-ot sebez a torpedó. Tehát a saját lövés. Hát úgy az miatt volsz egy túléled. De amúgy nem élnéd túl. Hát amúgy persze nem. De nehogy azt hitt, hogy egyébként ő túlélni az én torpedó találatomat, mert ő sem élné túl. Mekkorát sebez a torpedód? A DD-nek a torpedója? Aha. 16-18 ezeret? Akkor nem élem túl. 15.100 HP-n van ugye leszerelve. Már igazából nem is ad több HP-t semmit. Tehát igazából... Még a Krugzereknek is azért ilyen 15.800-as torpedósebzése van. Miért ilyen buzis azért van beállítva? High Explosive. Hello, asztalos gamer. Kicsi. Nekem szerintem utolsó kör egyébként. Szerintem nekem is. Legyen a torpedó hitam, aztán utána azt csinálnak, amit akarnak, bazdmeg. Szinda, tudod a dolgod. Kilőni előlem az összes szar. Gyökér, bazdmeg. Védjük, ahogy mondják, hogy tudod a... Véd, ne! Ne védj a rombolót, bazdmeg! Ne védj a rombolót! Faszom, nekem van Optimus Prime-on, nem nektek. Buzi. Pont ez az, pont ezért nem meg. Már jön az a kép, buzi. Geci, ez hogy a faszomba érte túl? Nem tudom. Anyát picsálja. Azaz, forduljál bele. Remélem a Charles Martelt, azt ki akarod torpedózni. Nem, gondoltam kigyújtom. Mi
megfelelt? Hát nem éppenséggel, mert elbírta lőni a buzi torpedóit. De kurva nagy mákon volt. Lássuk, hogy milyet tud sebezni a Tier 7-es Heavy Cruiser. Nem is annyira rossz. Bazd meg! A faszon is belemegy a szigetbe az utolsó. Csett! Na, azt miért nem lehetett az előbb, bazd meg? Ilyen köpé nem lehetett voltál. Menni. Ja, balfasz, 7 torpedó is, kurva anyja. 86 ezer damage, geci. Hoppá, kaptam valami giftet. Mindjárt kapsz olyan giftet, bazd meg. Ja, hogy kaptam anniversary giftet, annak ellenére, hogy most vettem meg a hajót. Ja, persze, az olyan. Tehát, hogyha most vennél 10-es, akkor abba is kapnád az izét. A premium konténert. Igen. Mhm. Na, fasz. Na, akkor mindjárt vesz egy tízest, nem? Persze. Nem tudok sajnálni. Persze, az kurvára mindegy, hogy mikor van, csinálod, nem. Igen. Az a poén, hogy igen. Hát már mi nem mindegy, míg a tart az az akció. Míg tart az az akció, igen. Tehát igazából az a gond, hogy kurva kevés a izém. 255 ezer XP kellene, van 161 ezer free XP, és van 22.391 XP a grószén. Csak ugye még a lóvém sincs annyi, hogy meg tudnám venni azt a gecit. Ja, hát aki így elköltögeti az XP-t. De akarja a franc. Köld az a haját, te. Én az Alaszkát akarom megvenni. Jó, nekem az 1 millió az már megvan. Ez a kibaszott hajó, az 2 millió. De várjál, neked a hajátra, az... A gromboló. Aha, látom. Meg 2 millió, hogy rohadnának. Tényleg is a hajátra, az milyen kategóriába tartozik? Az ilyen átmenet a kettő között? Nem tudom, őszintén szóval, mert az a, hogy mondják, hogy Na. Tehát amikor ezt hirdették, meg stb., akkor azt mondták, hogy ez tud lenni gambót is, meg tud lenni... Attól függ, hogy hogyan szereled fel. Torpedóból. Ja, az már felszereltség függő, igen. Tehát, hogy valószínűleg ennek van két test. Ezt az egyiknél több ágyú van, a másiknál meg több torpedó. Gondolom én. De nem vagyok benne. Na, Admirál Hiperre rá tudom rakni a B-hult. Tök jó. Hát van rajta. 3 torony. 6 ágyúval. Igen, de valószínűleg az egyik helyét bevész rakni egy másik tornyot. 127 mm-es. Nem tudom, hogy a hiperre mit érdemes rakni. Akkor nem tudom, hogy dől el az, hogy most ez melyik. Mert én azt hiszem a haját volt. Consilimentet erre is. Hiperre Consilmentet? Nem hiszem, 47-re felesleges Consilmentet lehúzni. Inkább a Torpedo Lookout System. Hogyha jól fordul a hajó, akkor tudják kerülni vele torpedókat.
Vagy akár ez a steering, kell. Steering gears. Ja, ez kell itt. Majd a rune. Már így kinézetre alapvetően simik azon a néz ki. Szerintem. Eléggé annak, igen. A torpedó... 153 szekes a torpedó pod rajta. 2x5 darab. 12 kilométeres torpedók vannak rajta, de akkorát damage-elnek, mint a simikázén. Hát lehet, hogy amúgy ez a köztes. Hát ez ilyen köztesnek tűnik, mert... Ash Caroline. Ez kell nekem, bassz. Tehát ugye... Látja, hogy mennyit voltam. Hát csak ahhoz elő kell a St. Louis. Ja. Na, ez kell. A Chester kell. Ja, még a Chester Louis. Sincs meg. Nincs hát. Nekem a St. Louis meg volt, azt hiszem. Nem, a Chester volt meg. De eladta. Mindig majd kiváltom a St. Louis-t, és akkor el kell indulni szépen. Ja, hát el kell indulni, mert akkor ezért... Hogyha most már megvan rá a kibaszott kapitány, 17 millióba kerül, geci. Micsoda? Montana. Ja. Hát... Odáig el is kell jutni. Ja. Igazából egyébként, hogyha van 10, mondjuk 20 ezer free XP-d, akkor én villámgyorsan kiváltanám a New Yorkot. 161 ezer free XP-n van. Azért mondom, hogy villámgyorsan ilyen... Jó, mondjuk nekem megvan, mondom, hogy hívják a Chester. Tehát, hogyha van mondjuk ilyen 25 ezer free XP-d, villámgyorsan kiváltani a New Yorkot, hogy ne kelljen azon az egész ágon végig menni. Mert kurva fölösleges szerintem. Nem módosítanám, inkább Haragumo és a az ötödik ágyú helyében. 72. Igazából a Colorado-ig ki lehetne váltani Free XP-ből, csak ugye kurva sok lóvé kell hozzá. Hát neked a Colorado-ig ki lehetne, miért kéne hozzá sok lóvé? Mert a... Mert így meg is a hajókat nem kell megvenni őket. Nem kell megvenni őket, csak kiváltani. 5 millió 1. Ja, a Colorado-ig meg lehetne csinálni. Nem kell őket kiváltani, én úgy csináltam meg a... Milyen ágat kezdtem? A Japánt. Én nem vettem meg egyik hajót se, csak kiváltottam őket. Mert most milyen kurva jó lenne, ugye, hogyha a Nelson az izé lenne. De mert akkor már basztám is rá föl a Nelsonra. A kapitányt. Az Albemart azt már ki tudnám váltani Free XP-ből. Hát ezt inkább ne pazaroljál ezt. Hát arra nem akarok pazarolni. Arra bőven nem akarok pazarolni. Azt izélem, hogy... Ugye most Japán ágon... 60 ezer XP bekerül a Tier 7-es DD. Mennyi van az én 63? 15 ezer. Ja, másik ág, igen. Van 15 ezer XP már a 63. Ugye így néz ki. És ugye 60 ezerbe kerül. És az már végig csak tier 7. A német ágon a DD, meg... Ugye 64 ezer XP a massz.
És a GAD-n azon még alig van valami. Mi azon is 14 000 XP van. Tehát igazából a tier 7-es DD-ket ki tudom váltani. Megkérdés. Hogy van-e értelme? Nincs. Nincs, mert inkább izébe megyek, rankedezek egy picit, és akkor szedek össze lóvét, meg free XP-t. Mert ott azért kurvára jön a free XP. Tier 10-be. Ugye, mert akkor felszerelek én mindent, ami létezik a izére, a simikazéra. És ott azért hamar össze lehet szedni. Tehát 500 ezeret lehet farmolni nagyjából egy győztes meccsen. Egy jó győztes meccs 500 ezer. Silver. Igen. És olyan 10 ezer free XP. Legalább 10 ezer free XP. Ha a zászlók fönn vannak, ha minden zászlót fönn van free XP zászló, akkor 10 ezeret simán bezsebelsz. Free XP-ből. Hát inkább ilyen 7-8 ezeret max. Nekem rajta volt az összes, nekem rajta volt az összes zászló, és amikor top 1-et csináltam 2500 base XP-vel, akkor is csak ilyen 10 vagy 11 ezeret kaptam. Akkor kaptam 10 vagy 11 ezeret, de hát, akkor kurvára ment, és három hajót süllyesztettem, meg minden szar. Várja, melyik zászlót raktam rá? Ez Commander XP. Free XP-ből is 100% van csak. Miből? Festésből? Ah, nem, aha. Van 250%-os. Itt van 300%, itt van. Itt van a Gamescon 300%-os. Például. Hát én mondjuk a Minóról nem fogom levenni a festést, ami rajta van. Mert nekem egy permanent festés van rajta. Az nem ad free XP-t viszont. 50%-kal kevesebbet volna. Ja, nekem sajnos, ha izére nincsen ugye. Költségből. Simikazéra nincsen. Van egyébként nekem elvileg még tier 7-es vagy tier 8-as hajóra is ilyen permanent festésem egy darab. Igen. Még a izével sem mentem kört. Nem mentem még kört a tier 7-es Artmiuku-val, amire izé van ugye plusz XP. Az Akatsuki-val sem mentem. Nem mentem a Nürnberg-el se. Nem mentem egyik árpal se. Kongóval se, Minikazéval se. Ugye ezekre mind free plusz XP-k jönnek. Sőt az Artmiuku-ra izé is jön, azt hiszem. Meg a festés is jön. Meg az tier 7. Na mi legyen? Menjünk még egy pört, vagy valamit? Nem, nekem ennyi már elég. Akkor én zárásképpen viszont megyek egy üzét. Egy... Rankedet? Egy rankedet, ja. Vissza kell húznom magam a 15-et, de azt hiszem, hogy megint vesztes meccsem volt. Úgyhogy fasz ki van. Simikaze? Na pakoljuk fel a simikazét. Azt mondja, hogy sok XP kell. Hozzá sok free XP kell. És rárakom a Gamescom-t. Aztán kell. Ugye, egyértelműen kell. Ugye ez az, ami kurvára megdobja. Free XP, tehát 777%. Ja. Tehát az kurvára megdobja.
Szevaszín, Kuki. Akkor erre kell ez, mindenképpen a detonation. Flooding 15% esély pluszba. Igen, ez kell. Ő nem kell, mert nem fogok ramolni. Ő is kell. Jó. Hát, nézzük. Most aztán minden rajta van a simikazén, bazd meg. Ez most egy nagyon durva fuldos simikaze. Megcsináltad a nagy durranásos fegyverkezést? Igen. Mindjárt elsijed a hajod ifu. Jaj, elindul a kör. Hangjának a hajó, még el se indul, és így blub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 
blugy. Tudom, hogy meglejjék a Simika az a Yamato ágyújában, tudod? Igen. Nem rossz ez a Gamescom. Mit lát a térképen? Nincs három kurva nagy úszó ágyú. Nincs anyahajó, geci. Nincs anyahajó. El sem hiszem. Ranketben nagyon kevesen jönnek egyébként repülőgép hordozóval. Hát én sokat lehet, találkoztam vele. Lehet jönni, de nagyon kevesen jönnek vele. Szokos leülni. Mhm. Most a Géri miért erre jön? Mondjuk nem baj, ha besegít. Azért, mert ranked, bazd meg. Rengben sokkal jobban jársz, hogyha együtt mozogtok, még akkor is, ha két DD van. Ja, mondjuk fedezzék fel őt. Kurva kíváncsi leszek, milyen izé van, milyen csapatunk van. Na, nézzük azért az enemit. Konferon Republic, Grosse, Hinderbuch, Yoshino, Smolensk. Ez egy érdekes kör. Az a Smolensk engem kurvára zavar. Miért zavar a Smolensk? Mert egy faszapó geci csicska hajó azért. Az is. Engem a Hindenburg sokkal jobban zavarna, hogyha én DD lennék. Bartondi első körben szerintem a Gering az jobban kéne, hogy zavarja. Igen. Bár hogy mivel ebben... Azért nem pont egy felé jöttetek, de... Nem mind a csapat. De most csak azért csináltuk, Shinguki a Transformers-es küldetéseket csináltuk. Jó volt, elröhögtünk igazából. Ezt így előre garantálom, bazd meg, hogy ez loss match lesz. Hát össze-vissza mennek a csapattársaitok. Igen. Hát jó, azért függ még a bellátérkünk. Persze, de hát most mind a kettő a túloldalon van, geci, DD. Gearing... Takarodj vissza a kurva anyádba, bazd meg! Hát ezt nem veszed észre, hogy az összes szájba kurtizé ott van náluk. Bazd meg! Be a füstbe. Az pont nem fog elmenni neked a füstig. Nekem? Nézed már meg, meddig torpedózok. Jó, légy szíves, a külső körig. Csak úgy mondom. Ja, 20 km-es torpedód van fönt? Persze! Szerinted melyik van fönt? 12? Nem mondod, hogy szórakozok 12 km-es torpedóval, mikor ott van a 20-as?
Kis pajtás, ha ott maradsz a füstben, neked véged van, bazd meg. Azt garantálom. Nézzem, addig látok, torpedó meg még mindig megy. Hello! Republike! Geci buzi! És ki fogja kerülni? Figyeld meg, bazd meg! Ki fogja kerülni, bazeg a Republik? Nem egyet bekap. Na. Csat! És kikerült, te geci! Hogy a faszomba tudja kikerülni? A full keresztbe menő izéket, torpedókat. Molent látta. Mi a fasz lő? Thunderert? Be fog fordulni oda, mi? Gyere ki! Gyere ki, te is! Jó lesz az, hidd el, csak gyere ki! Gyere, Smolensz, kifelé. Úgy, úgy, azaz, jó lesz az. Gyere, cicc. Gyere, még kijebb. A rohadék nem volt, mert befelé fordult. Nem kap be egyet se. Kiment a szigetnek, bazd meg a izé. Az első... Ja. Á, úgyis el fog indulni. Az első kettő küldetés szerintem jó. Azokat meg lehet szerintem csinálni, tehát nem vészesek. Se az autóbot küldik, se a izéken vészesek, szerintem. Itt azt kapja, mint a szar. De hát legyen biztos, ami biztos. Úgyis át fog menni most ott a szigetnél. Oda kergetjük a többiekhez. Na
Na jó. Az fasza, azt megszopta. Mert? Füstölést, mert füstölést tolat. Uh-huh. És visszatolat a torpedóidba. Uh-huh. Egyet bekapott. Na jó van. Köszi a játékot. Jók legyetek, srácok. Ja, mi is köszönjük. Én zúzok. Aludni. Hé, de a végén még megnyerjük, figyeld meg. Hello, hello. További jó játékot. Vagy jó csatát még erre. Ja. Cső, cső. Cső. Jó van, Smolenski lett lőve. Hát kurva kíváncsi leszek. Mi van meg még az enemyné? A gearing. Engine boost deactivated.
Home penetration. Bazd meg! Nem hiszem el! Olyan szépen mentek oda a torpedóim. Na mindegy. Ennyi a szaromban. Három duplikét. Fasza. Na jó van. Viszont szerintem mára nekem is ennyi épp elég volt. Jó volt, meg van ugye a Optimus Prime, ugye őt megszereztük a mai nap. Nem rossz, nem rossz, csak hát ugye amerikai hajó kell hozzá, ami ugye nincs, miért is lenne. Úgyhogy, ja. Azt viszont nem tudjuk, hogy mit ad Optimus Prime Plus-ba. Meg kéne nézni, hát ha van valami leírás, hogy mit ad Optimus. Az öreg Optimus fővezér. Ugye nekem a Megatron kellett volna. Nem pedig az Optimus Prime. Hát, ha van valami leírás, hogy... Mit adnak a vezérek? Nem. Arról itt nincs. Transformers Commander, na nézzük. Aha, nem tudok rá kattintani. Csak ha megveszem. Hát, böszme hülyén néznek ki a festések. Sajnos, hát ezt el kell mondani, hogy ez nem. Nem igazán bejövősek a sima festések. Azt jól lenne tudni, hogy mit ad Optimus Prime. Hát, ha valahol benn van. Ugye a commanderek 9600 forintért megvehetőek. Kompot... aha...
Ez a Megatron. Na, ügyes voltam. Körül lesz az Optimus. Nem, ő minden. Ő minden is. Optimus Prime. Montana. Semmit nem tudunk, mit ad. Kurva életben. Mert ugye egy speciál. Tehát... Viszont 10 darab ilyen. Ezen el kéne gondolkozni. £7000 kerül 10 darab ilyen. Commandereknél nincsen meg. Hát akkor majd akkor tudjuk meg, hogy mibe kerül Optimus Prime, hogyha feltrakjuk egy hajóra. Ugye? Mert itt van neki a personál is, és ugye csak... Na mindegy, el kell kezdeni az amcsi ágat, ugye? Research. Nem veszem meg a hajót. Research. Research. Nem veszem meg.
Viszont a New Mexico-t már megveszem. Commander nélkül kérem. Úgy. Erre. Rárakjuk az Optimust. Úgy. Itt van az Optimus Prime-unk. És... Tegyünk vele egy cooperation-t a New Mexico-val. De még mielőtt. Forogjanak az ágyuk. Nézzük. Nézzük az öreg Optimust. Milyen hangja van. Remélem jó hangja lesz. Kurva jó. Ez viszont jó. Ez tetszik. Ez tetszik. Mondjuk kapásból van ellenem egy Bismarck. Egy izé. Mindegy. Trentó nekem fog jönni. Na.
Hülye gyerek. Az arcselő. Cruiser sighted. Our team has taken the lead. Neither impossible nor impassable. No, már lövi. No, majd én kilövöm. Kurva jó hangja van. Nem, gyors ellenben lassú. Tehát... A Bismarckom a faszomba fog menni. Torpedoes dead ahead. Kurva lassú ez a hajó. Lassú a hajó nagyon. Nagyon lassú.
viszont nem tudom mi a faszom neki. Ezt honnan lehet megtudni? Ez kurva jó lenne tudni. Semmit nem tudunk. Ez mi a fasz? Penalt on the ship. Ez lesz az. Megvan, a zászló az. Pontosan, a kurva zászlója az, csak semmi más. Na mindegy, ezt is tudjuk, hogy az egy zászló. Semmi több, mint egy zászló. Na mindegy, van amcsi ilyen gecink is. Úgyse volt eddig. Transformers küldi jól el. Dockyardos küldi eddig. Ez majd még 3 nap múlva lesz meg. Tehát 3 nap alatt kell megcsinálni ezt a keveset itt. Most már ez is van, ez is van. Torpedó vagy cita. Úgyhogy igazából. Teljesen jól állunk. Jó, az úgy néz ki, hogy ezt megnyerjük. Úgyhogy jó is lesz ez. Na, viszont elköszönök. Holnap valószínűleg Tali. Folytatjuk Csabiékkal.
Mike-kal ugye a Transformers-es küldetést. Megnézzük, mi lesz. Azt azért megnézzük, hogy hát, ha tudunk valamit. A holnapi Transformers-ről. Hogy ugye mi lesz. Tehát megvan a part 1, part 2, part 3, azt mondja, hogy 5 camouflage-et fogunk fele nyerni, és complete the chain, Mr. You need to earn any contest skills and main battle hits and secondary hits, rebound, playing, T-Rat, random, rocket, battle. Ez jó. Ez jó, mert ő német csatahajóval másodlagosat nagyon egyszerű lesz szerezni, úgyhogy az nagyon jó, és akkor a négyes pedig, mi a négyes? 120 Saturn Fire, Incapacitation, Destroyed, Ribbons, Tier 5, Tier 6, teljesen, Tier 5-től Tier 10-ig, teljesen mindegy. Az azért ott már kemény, tehát ez már kemény lesz. Itt úgy szintén 3 Cybertronic Containert lehet nyerni. És akkor a Tier 5-ös pedig 50 Citadella vagy Destroy lesz, ahol megint csak 3. Tehát akkor még szerezhetünk 6. 6 konténert, és hogyha az megvan, akkor még pluszba kapunk, azt hiszem, hogy 3-at. Tehát a 6 konténer, azzal lesz meg majd az 5, és akkor itt van még plusz 3, 6, 9, mert ugye itt kaptunk 3-at, 9, 12, és akkor még 15. Ez nem is rossz. Azért ennyi konténerből azért talán össze fog jönni egy permad festés valamelyikre, reméljük. Valamelyikünknek legalábbis, ez jó lenne. Az lenne legjobb ugye, hogy Sindának, Csabinak is összejöjjön, meg persze nekem is. De már az is jó, hogyha már commandereket megszerezzük, tehát elégedjünk meg annyival, legyen konténer, és akkor legyen az is, hogy az azért nem lenne rossz. Ötszázezer arany. Ja, izé miatt, igen. Tier 14 miatt. Ugye ide visszaeshetünk, tehát innen nem kéne leesni. Idáig, ha már eljutunk, az már jó. 12-ig. De ugye 10-ig kellene eljutni. 11-ig, az már 250 dublon. Jó sok zászló, ugye? Hát, ja. 300 steel. Ja. Idáig mindenképpen el kéne. Jutni. Na de, további jót szakát,
Jó pihenés mindenkinek, és akkor este úgy szintén találkozunk. Addig is cső, cső. Без тебя догорел мой рай, то ли видать это был не сон. Ром да балаган подавай, ветрами дикими унесен. Здесь притона соблазн играй, музыка тяга любить и знать. Что со мной не так, это ватык от мира любви выносит. На свои волны меня меняют цари, призы не долили, не добили меня себя ненавистней. Заполонили силами, но злыми мои мысли. С топером на милями летят от этой жизни. По душе пока я иду до края, постоянно в эти небеса. Жди меня, жди меня. Раз очередной покой не сохранив, луна летит к земле, как мог тебе порыв не спит. В голове вопросов масса в тонну. Думаешь, куда пропал? Да я в дыму опять. И скажи, как мой ковчег еще не потонул. Если побывает каждая вторая тварь, там в надежде ловим санраи. Между тучи осадков эскиза себе бросил вызов, что все поменял я. Отто фон Бисмарк. Ради Бога берегись, мать, дочь у меня.